Köszöntöm nézőinket, híreink következnek, jó estét kívánok! Újabb 3 koronavírus fertőzött elhalálozását jelentette szerdán reggel az Országos Stratégiai Kommunikációs Csoport, így összesen 1219-re nőtt azoknak a haláleseteknek a száma, amelyek összefüggésbe hozhatók a koronavírus fertőzéssel. Mindössze egy újabb koronavírus fertőzést azonosítottak az elmúlt 24 órában Hargita megyében, ezzel 121-re emelkedett a térségben a járvány kezdete óta igazolt koronavírus fertőzések száma, az aktív esetek pedig 96-ra. A legfrissebb jelentés szerint 18.594-re nőtt Romániában az igazolt koronavírusos fertőzöttek száma, miután az elmúlt 24 órában 165 új esetet jegyeztek. Eddig összesen 12.162-en gyógyultak ki a vírus okozta COVID-19 betegségből. Több magyar ellenes megnyilvánulás okán tett panaszt Árus Zsolt jogvédő, a Székely Figyelő Alapítvány képviselője, többek között az államelnök megnyilvánulása, a belügyminiszter intézkedése, a rendkívüli állapot idején kiszabható bírságokat megemelő 34-es sürgősségi kormányrendelet, a ditrói pékség ügyéhez köthetően, valamint Dantanasa és Mihály Tűrnovjánó magyar ellenes uszítása kapcsán fogalmazottak meg a panaszok. Tippelni lehet, de a véleményünk az, hogy az országos hatóságok, a román politikum, mint általában a mostani járványhelyzet elégtelen kezelésének árnyalása érdekében előrántja a magyar kártyát és megpróbálja elterelni a figyelmet a saját inkompetenciájáról, mondta Árus Zsolt jogvédő, a Székely Figyelő Alapítója az elmúlt időszakban megfogalmazott panaszok kapcsán. Kétségtelen azt tapasztaljuk, hogy nagyon-nagyon megszaporodtak a különböző magyar ellenes fellépések, provokációk, kezdve az államelnöktől egészen az utolsó miniszterig. Mindenki ezzel próbálja magát kimenteni, pontosan mindenki ezzel próbálja elterelni a figyelmet arról, hogy mennyire rosszul végzi a munkáját. Sajnos ez a számunkra nagyon rossz, mert annyira sok magyar ellenes lépés, fellépés, provokáció van, hogy egyszerűen képtelen vagyunk az összessel foglalkozni, képtelen vagyunk az összessel dokumentálni és fellépni ellenük. A jogvédő 32 panasztételt sorolt, ezeket témák szerint csoportosítva az audiovizuális tanácsnak, a diszkrimináció ellenes tanácshoz, valamint az emberi jogok Európai Bíróságához nyújtották be. Különböző tévéadók sérték meg az audiovizuális törvényt. Tipikusan az a probléma ezekkel, hogy úgy beszélnek magyarokról, magyar ügyekről, hogy nincsen képviselő magyarság, és nem mondhatja el a maga álláspontját, illetve a moderátorok nem végzik a dolgokat pártatlanul, nem próbálják meg arra rávenni az interjú alanyokat, hogy bizonyítsák az állításaikat. Ez a két tipikus sértése az audiovizuális törvénynek, amiből az következik, hogy maga a közlés, a tévéműsor az manipulatív, illetve még annál is inkább nagyon sokszor egyenesen uszító. Hasonlóképpen a diszkrimináció ellenes tanácsnál tettünk több panaszt azért, mert többen sértik a diszkrimináció ellenes törvényt is. Jellemző módon ezek megint csak politikusok, tehát kezdve a belügyminisztertől, belügyminisztérium, illetve a már megszokottnak nevezhető Dantanasa és Tűrnovjánó doktor, akik különböző cselekedeteikkel, illetve a Facebookon kifejtett tevékenységükkel usztítanak folyamatosan a magyarok ellen. Ezen kívül tettünk büntetőpanaszokat is, súlyosabb esetekben. Ez érvényes egyrészt Dantanasa, másrészt Tűrnovjánó doktorra, akik olyan szinten usztítanak, hogy a válaszolók már fizikai erőszakkal fenyegetik a magyarokat, ami nyilvánvaló módon törvénysértő, és nekik ezzel ellen föl kell lépni, törölniük kellene az ilyen bejegyzéseket, és nem teszik. Illetve büntetőben azt tettünk Johannes elnök ellen is az április 30-ai megszólása miatt, mert az megengedhetetlen egy állammal, egy magát demokratikusnak tartó állammal, valaki ilyen módon uszítson minden alap nélkül a magyar közösség ellen. A diszkrimináció ellenes tanácshoz 8 panaszt nyújtottak be február eleje óta, amelyben külön fejezetet képez a Tűrnovjánó-féle március 1-én szervezett bukaresti tüntetés, ami álláspontjuk szerint törvénytelen volt. A bíróságon a rendkívüli állapot idején kiszabható bírságokat megemelő 34-es sürgősségi kormányrendeletet támadták meg. Ugyanakkor panaszt tettek a bíróságon a készenléti állapotot kihirdető 394/2020-as kormányhatározat ellen is, egyrészt azért, mert ezzel megsértették a közvitára vonatkozó törvényes előírásokat, másrészt pedig, mert alkotmánysértő, ugyanis állampolgári jogokat korlátoz, miközben az alkotmány világosan kimondja, hogy az csak törvény által lehetséges.
Az Emberjogi Bíróságra 2015-től kezdődően közösségi ügyeket érintő panaszokat tettek. A helyi hőszolgáltató közmű arról értesíti a fogyasztókat, hogy a szakemberek által végzett karbantartási munkálatok miatt május 28-án csütörtökön 9 és 16 óra között szünetel a meleg vízszolgáltatás a Bucsin negyedben. Bővebb tájékoztatásért a műszaki diszpécser szolgálatát lehet hívni a 0751 327 827-es telefonszámon. Elkezdték az aszfaltozási munkálatokat Gyergyószent Miklóson, a gödröket tömik be a forgalmasabb útszakaszokon. Ezzel szakcéget bíztak meg, a felmart aszfaltot pedig helyben újrahasznosítják. A hét elején elkezdték a kátyúzási munkálatokat Gyergyószent Miklóson, a vasútállomástól a főtér felé haladva dolgoznak. Először kijelölték a gödröket, majd négyszög alakban felmarták az útfelületet, amit újraaszfaltoznak. Prioritásként vettük a Kossuth Lajos, mert ugye egy elég forgalmas rész utcakasz, majd átmentünk a Pompír út, Tűzolt utcán, majd az Állomás utca, és akkor így följövünk a Virágnegyed, Bucsinet Virágnegyed, és átmegyünk majd a Nikolaj Bölcseszkú és tovább fel a egész város végig a négyes tábláig. Összességében nagyjából 4000 négyzetméternyi felületet kátyúznak, a felmart aszfaltot újrahasznosítják. 300 tonna aszfaltot rendeltünk meg a kivitelező cégtől. Az a helyzet, hogy nem mindenhol tudunk menni a 4 centi, mert helyenként van 5 centi is, mert a régebbi aszfalt úgy szakad néha, hogy 5-5,5 centet is még megkíván, amit vissza kell tömjünk. De viszont ami örvendetes hír ez a kátyúzás mellett, hogy ez a felszedett aszfalt ez nem veszik kárba, ezt beviszik a mellékgazdaság udvarára, ott tároljuk, és majd amikor hát gondolom, hogy amire ez a cég végez a nagyobb aszfaltozási felületekkel, akkor mi is addig el fogjuk tudni kezdeni a saját kis gépünkkel, és ezt a felszedett aszfaltot ezt újra fogjuk értékesíteni, és ezt már igazából a negyedekbe és azokban a szűkebb utcákban, ahol ezek a nagy gépekkel nem fognak tudni bemenni, ott fogjuk értékesíteni, hasznosítani, újrahasznosítani. A munkálat értéke eléri a 450 ezer lejt, ebbe beletartozik a Miron Krisztia, vagyis a Sétáló utca járdájának rendbetétele is. Az aszfaltozást a Hammerlem Kft. Végzi. Június közepétől nyitanak a strandok, nyilatkozott Nélu Tatáru egészségügyi miniszter. Hozzátette, hogy az elmúlt napokban nem növekedett kiemelkedően az újabb esetek száma, sőt az aktív esetek száma és az intenzív terápiás kezelés alatt álló paciensek száma is csökkent. Tatáru megerősítette, hogy a következő lazítás a teraszok június 1-én történő megnyitása lesz, és szerinte érdemes elgondolkodni azon is, hogy június 15-től megnyithassanak a strandok is az országban. Joan Karku, a Marosvásárhelyi Vikend telep igazgatója, nemrég a Székelyhonnak azt nyilatkozta, hogy reménykednek abban, hogy legalább az éttermek megnyithatnak, és esetleg sétálni, meg napozni is lehet majd a vikenden. Hozzátette, hogy a strand szezon kapcsán egyelőre nem túlzottan bizakodók, hiszen a strand mindig zsúfolt és képtelenség lenne betartani a járványvédelmi szabályokat. A gazdasági helyzet alakulásától függ a beígért nyugdíjemelés, közölte a kormányfő. A gyermeknevelési pótlék megduplázása pedig Ludovik Orbán szerint a Szociáldemokrata párt úgymond szuperpopulista döntése volt. A nyugdíjak előre beígért szeptemberi emelése a gazdasági helyzet alakulásától függ, jelentette ki szombat este a kormányfő. Ludovik Orbán értésre adta, kizárta a gyermeknevelési pótlék megduplázása. A miniszterelnököt azzal kapcsolatban kérdezték az egyik hírtelevízióban, hogy a nyugdíjak 40%-os szeptemberi emelését, illetve a gyermekpénz megduplázását egyaránt törvények írják elő. A nyugdíjak nőni fognak, hogy mennyivel, az a gazdasági helyzettől, illetve attól függ, hogy ne csak idén, hanem a következő években is képes legyen kifizetni az állam a megemelt juttatásokat. Alapfontosságú, hogy a nyugdíjak növelése fenntartható legyen, magyarázta a kormányfő. Közlése szerint júniusban a kormány jelentést készít a költségvetés helyzetéről, és ennek alapján, illetve a nemzetközi intézmények prognózisainak figyelembevételével dönt a nyugdíjemelés mértékéről.
A gyermeknevelési pótlék megduplázása Ludovik Orbán szavai szerint a szociáldemokrata párt úgymond szuperpopulista döntése volt. Ez az intézkedés 7,3 milliárd lejbe kerül. Honnan kerítjük elő ezt az összeget? Nem lehet ugyanabban az évben kétszer is megduplázni a gyermekpénzt. Gazdasági alap nélkül ez nem lehetséges, magyarázta a miniszterelnök. Hozzátette, a kormány megpróbálja megnövelni ezt a pótlékot, de a döntés a költségvetés helyzetétől függ. Online lehet iratkozni a hazai egyetemek többségébe. A Bábes-Bolyai Tudomány Egyetem Gyergyószentmiklósi kihelyezett tagozatán július 9 és 15-ek között zajlik a beiratkozás. Az intézmény képernyőn is látható honlapján minden információt megtalálnak az érdeklődők. Július 8-án kezdődik az online beiratkozás a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem alap- és magiszteri képzéseire. A felvételi az azt követő héten lesz. Idén a hagyományos ingyenes felkészítők helyett online konzultációkat tartanak, a belépéshez szükséges kódokat és az időpontokat az egyetem minden hirdető felületén közlik a szervezők. A Sapientia Egyetem szenátusa úgy határozott, hogy az idei egyetemi felvételi lebonyolítása online módon fog történni, a jelentkezőket pedig mentesíti a beiratkozási díj megtérítése alól. A Marosvásárhelyi Orvosi Egyetemen júliusban tartják a felvételi vizsgákat. A nagykarokra, amelyeknek tanulmányi ideje 5-6 év, az eddigiekhez hasonlóan tartják a vizsgát. A kisebb karokra azonban, ahol 2-3 év a tanulmányi idő, az érettségi átlag alapján lehet iratkozni, és a jegyek szerint dől el, kit vesznek fel. Az idei évben a 8. alkalommal kellene sor kerüljön a vásárhelyi forgatagra, azonban egyelőre igencsak kérdéses, hogy létrejöhet-e az idei kiadás, hiszen a fesztiválok egymás után mondták le az elmúlt periódusban a nyár közepére, végére meghirdetett rendezvényeiket. Lássuk, mire számítanak a forgatag szervezői. Ebben a feszült periódusban egy kicsit lazítani. Ezt szeretné elérni kezdeményezésével a vásárhelyi forgatag főszervezője, Portik Vilmos, néhány marosvásárhelyi művésszel, alkotóval és más közismert személyiséggel közösen. A vásárhelyi forgatag szervező csapata a legendás humorista Hofi Géza dalát választotta feldolgozásra, hogy a karantén utolsó napjaiban még egy kis derűt csaljon az emberek arcára. Portik Vilmos, a vásárhelyi forgatag főszervezője elmondta, olyanokat kért fel egy közös éneklésre, akik itt születtek vagy itt élnek, akik nélkül sosem lett volna, vagy akik nélkül szegényebb lenne a vásárhelyi forgatag. Én azon gondolkodtam, hogy idáig több alkalommal, karácsonykor többnyire olyan videókat csináltunk, amelyekben általában a szervezők szólaltak meg, lévén, hogy az idei évben minden fesztiválnak a sorsa megkérdőjeleződik. Ugye általában a szabadtéri rendezvények, a fesztiválszerű rendezvények, a művészettel kapcsolatos rendezvények zárójelbe kerülnek, és pont azok a művészek kerülnek, nem tudom mennyire, akár egzisztenciális nehézségek elé, de általában a művészek, akiknek az élet céljuk az, hogy előadjanak, hogy az embereknek örömet okozzanak, azok az idei évben jóval kevéssé fognak tudni ennek a dolognak élni. Így aztán az volt a koncepció, hogy elsősorban őket, illetve nem csak őket, hanem olyan embereket is, akik az ő tevékenységüket segítik, akik alkotnak, szerveznek, akik egyébként az elmúlt 8 évben a vásárhelyi forgatagot olyanná tették, amilyennek megismerhetjük, hogy megszokhattuk. Az idei évben a 8. alkalommal kellene sor kerüljön a vásárhelyi forgatagra, azonban egyelőre igencsak kérdéses, hogy létrejöhet-e az idei kiadás, hiszen a fesztiválok egymás után mondták le az elmúlt periódusban a nyár közepére, végére meghirdetett rendezvényeiket. Lássuk, mire számítanak a forgatag szervezői. Mi szervezők sem fogunk tudni többet, vagy nem tudunk egyelőre többet arról, hogy mire adódik lehetőség a rendezvények szempontjából. Mi több alkalommal is beszélgettünk már szűkebb, illetve tágabb körben is a szervezők arról, hogy az idei évben mit csinálunk, hogyha egyáltalán a törvény megengedi, hogy csinálhassunk valamit forgatag szempontból. Azt már tudjuk, hogy nem augusztus végén, ahogy megszokhattuk, hanem körülbelül szeptember közepén készülnénk egy rövidebb, kisebb, hogyha úgy tetszik, akkor tartalmában szegényesebb, de mégiscsak minőségi, és elsősorban a helyi
értékekre alapozó rendezvénnyel. Portik Vilmos hozzátette, hogyha a törvény meg fogja engedni például 500 személyig a rendezvények megtartását, akkor mindenképp készülni fognak egy minimál forgataggal. Többre valószínűleg nem is lenne lehetőség, hiszen úgy a pályázati pénzek, mind a támogatások nem lesznek ugyanolyan mértékűek, mint az előző években. De amíg biztosan kiderül, hogy lesz-e forgatag vagy sem, addig is lazítsunk egy kicsit. Lazítani, próbálj meg lazítani, nem győzek tanítani, hogyan csinálj. Kell egy kis áramszünet, időnként mindenkinek, és aztán megint mehet minden tovább. Kell egy kis áramszünet, időnként mindenkinek, és aztán megint mehet minden tovább. Terra, fel, terra, ira, laj, 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 laj. Yeah. Ezek voltak híreink, köszönöm figyelmüket, szép estét, a holnapi viszontlátásra!